Elnök úr, polgármester úr, kedves vendégek, pedagógus kollégáim és kedves diákok! 1974-ben, körülbelül ugyanezekben a napokban a Rákóczi szakközépiskola teljesen új, néhány hónappal előtte átadott sportcsarnokában, akkor egyébként az a város legnagyobb sportcsarnoka volt, négy csapat előtt Nemes Márton igazgató úr köszönthette az első Rákóczi kupára megjelent sportoló diákokat. 74-ben én éppen másfél éves voltam. Több mint négy évtized telt el azóta, most 10 csapat van itt, szintén a város legnagyobb sportcsarnokában, és ez a 4 évtized, ez szinte egy ember életével összemérhető hosszú-hosszú idő, és annyi-annyi kötelék és annyi-annyi fontos kapcsolat születik e hosszú idő alatt, hogy mi mindannyian, akik évről évre ezen a rendezvényen megjelenünk és egymással találkozunk, gyakorlatilag egy évet várunk arra, hogy újra részt vehessünk ezen. Hosszú évek óta ugyanaz a 10 csapat érkezik el ide, és hosszú évek óta ezek a barátságok egyre erősebbek, egyre fontosabbak. Szeretném felkérni Bányai Gábor urat, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnökét, országgyűlési képviselőnket, hogy nyissa meg a 41. Rákóczi Kupa nemzetközi teremlabdarúgó tornánkat. Jó napot kívánok, igen tisztelt futballista urak, igen tisztelt plébános úr, polgármester úr, kedves igazgatóasszonyok és igazgató urak. Magyarország és Kiskunas legnagyobb teremlabdarúgó tornáján vagyunk mi itt közösen, itt sok százan. Szeretnék ezzel gratulálni a 41. alkalommal megszerzett Rákóczi Kupa miatt a kupa feltalálóinak, a korábbi menedzselőinek, a korábbi igazgatóknak, és most pedig Téglás László igazgatónak és kollégáinak, hisz hagyományokat folytatni ilyen nehéz időkben is, pláne hogy több mint 40 éve indult el az ügy, ez a fontos ügy, Kiskunas számára fontos ügy, és Magyarország számára fontos lehetőség, hogy futballistáinkat, az utánpótlást, akiket nevelnek a különféle edzők, különféle csapatokba, lássuk itt Kiskunason eredményesen küzdeni egymással, egymásért. Igen, tisztelt szurkolók, önöknek nincs más dolguk következő két és fél nap vagy két napba, hogy hoznak szendvicseket, üdítőket, persze sört nem lehet behozni, meg más alkoholos italokat, de behozzák is, napestig nézik a meccseket és drukkolnak a kedvenceiknek. Nem tudom, hogy idén Kiskörös meg tudja védeni a tavalyi bajnoki címét, és a halasiak felnőnek-e hozzájuk és elhozzák-e végre a kupát, vagy éppen a Kovászna megyéből érkező sebszenyögyek, vagy éppen Vajdaságból magyar kanizsaiak esetleg jobban szerepelnek, mint tavaly. Nekik is külön drukkoljunk, és örüljünk, hogy eljöttek hozzánk olyan messziről, főleg a sepsi szentgyörgyiek. Kedves hölgyeim és uraim, a megnyitónak rövidnek kell lenni, hisz a labdának kell gurulnia, de azért pár mondatot szeretnék közölni, mert ugye ebben a teremben is sokan vannak, akik a futballhoz értenek, és sokakat bánt, vagy éppen örömmel tölt el, hogy Magyarországon, ha még nem is a felnőttek között, de a serdülő korosztályban talán valami előrelépés látható. Ha hiszik, hanem utóbbi három esztendőben 56 ezerrel több fiatal futballozik, mint előtte időkben. Akkor, mikor csökken a fiataloknak a száma, mert kevesebben születnek. Ha valaminek volt értelme, annak biztos volt, hogy ezek a fiatalok, és itt sokan a csapatokban játszók közül is megtalálták számításukat a sportban. Sokkal egészségesebb dolog valószínűleg labdát kergetve futni fiatal korban, mint valami csak egy számítógép monitor előtt üldögélni és a Facebookon keresztül trollkodni bármilyen különféle foci rajongóként belekoskodni a nagyok dolgába. Sokkal jobban jártak azok, akik sportolnak. Én rajta nem látszik, bár én is futballista voltam fiatal koromban, de nagyon jót tett nekünk akkoriban, hogy ez így történt, mert az egészségünk talán ezért még megmaradt. És ez a gondolat folytatva, 5 esztendőjén keresztül a megyei kórháznak voltam a fönntartó felelőse, és nagyon komoly statisztikát kaptam időnként a magyar fiatalok egészségi állapotáról. És ha hiszik, hanem
A mögöttem lévő generáció, a gyerekeim korosztálya veszélybe van. Nagyon nagy veszély van, hisz az egészséges életmód ma már nem annyira dívik soraikban. Az egészséges életmód nem a legfontosabb az életükben, és ennek okozó persze nem ők, hanem az előttélő korosztály, de a mai magyar fiataloknak jelentős része, ha nem tudunk változtatni az életmód váltással a részükre, nem tudunk változást hozni, akkor 30 éves koruk tájékán már az első szív- és érrendszeri panasz be fog következni. És nem tudom, tudják-e, de a magyar fiataloknak a 10 év alatti korosztálya fele dohányzik, a 14-18 közöttének 75%-a dohányzik. Ez Európában, csak Romániában rosszabb, ezt nem szeretnénk, ha így folytatódna. Ezért is szeretném a focistákat arra kérni, hogy becsülettel küzdjenek, nem csak mostan a következő meccseken is, meg a következő bajnokságban is. Vigyék el a hírét, mind hogy a focizni érdemes, focizni jó, és hozzanak be minden más sportágba is minél több fiatalt, hisz van rá bőségesen támogatás, hogy a serdülő utánpótlás nevelést Magyarországon megreformáljuk. Ehhez kívánok a fenntartóknak és a pályáznak sok sikert, a futballistának mind a 10 csapatnak nagy küzdelmet. Vasárnap remélem, hogy békével tudnak egymás kezdve csapni, és elköszönni egymástól, hogy érdemes volt eljönni a 44. kupára, Rákóczi kupára, és érdemes-e szívőről visszatérni ide közén Kiskolnosra. Sok sikert, hajrá srácok, egymásra vigyázzatok. Köszönöm a figyelmüket. A világon most biztos sokan vannak, akik azt mondják, hogy ez a hétvége a Super Bowl hétvégéje, de azt gondolom, hogy minket ez nem igazán érdekel. Ez a hétvége a Rákóczi Kupa hétvégéje. Ennek szellemében én akkor izgatottan várom a legelső meccset, amit hagyományosan a Teko játszik, a Sepsis-Szentgyörgy csapatával. Jó, kellemes sporthétvégét kívánok mindenkinek! Miben támogatja a sportot? Nagyon sok mindenben támogatja, sok mindennel. Elsősorban ugye a legnagyobb támogatás most ebben a pillanatban a TAO programon keresztül a társasági adó visszatérítésével érkező támogatások a legnagyobb támogatás. Ez azt jelenti, hogy 5 látvány csapatsportágban
van egy nagyon komoly vállalkozói támogatás, és a forrásoknak a zömét, legnagyobb részét a serdülő utánpótlás korú fiataloknak a sporta nevelésére, a látványcsapat sportok bevonására kell költenie a kedvezményezett egyesületeknek. Ez a támogatás több 10 milliárd forintos éves szinten. Ebben a támogatási körben Kiskunhalason sok minden már megújult és megszépült. Legutóbb Bácsalmáson volt egy műfüves pályátadása, ami nagyon sikert okozott és eredményezett Bácsalmáson is például. Tele van a pálya futballistákkal. Annak köszönhetően a kormány támogatja a sportágakon belül nem csak a felnőtt sportokat, hanem az utánpótlás nevelést. Csak a focistákból 56 ezerrel több futballista van jelen pillanatban az utánpótlás korban, mint előtte volt bármikor. És ez egy óriási előlépés, hisz belülük talán lesz egyszer egy jó futballválogatottunk, meg ami még fontosabb, ezen 56 ezer fiatal valószínűleg nem szív- és érrendszeri bajba fog belehalni fiatal korába, 30-40 éves korátájékán. Továbbiakban viszont támogatja a kormány egyéb forrásokból a sportpályépítéseket, ami nem mindenhol tudnak TAO forrást, mert a vállalkozók nem bírnak TAO forrásokat mindenhol átengedményezni az adójukból. Ezért aztán sportpályépítési program indult, amelyeknek köszönhetően két éven belül 1000 sportpálya fog teljesen megújulni. Rengeteg új tornacsarnok fog épülni, hisz a mindennapos testnevelés, amit bevezettünk két évvel ezelőtt, nagyon nagy ellenállás közepette. Ez is azt fog eredményezni, hogy a fiataljaink egészségesek lesznek, de hozzá kell infrastruktúra, kellnek csarnokok, kellnek uszodák is, és ez a program ez elindult, és egy több helyen húzzák fel az új tornatermet, tornacsarnokot, valós sportcsarnokot újítanak fel ezekből a forrásokból. Magyarul minden eszközzel, ami rendelkezésre áll, meg pénzekkel, meg akarattal a kormány azon van, hogy ennek a generációk, aki mögöttünk van, akik most 18-20-30 év között vannak, ezek ne legyenek rosszabb egészségállapotok, mint akik előttük voltak, azaz mentsük meg az ő jövőket, és ennek egyik fő módja egyrészt, hogy a dohányzást vissza kell szorítani az energiatalfogyasztást, amin nagyon sokat dolgozunk, nagyon nehéz, mert nagyon szeretik ezt a két káros eszközt, anyagot a fiatalok magukba engedni, de ami legfontosabb az, hogy a sportot a mindennapi életük részévé tettük, és hogyha még ez fölismerése és páros, hogy milyen jó dolog sportolni, akkor valószínűleg a fiatalok tényleg a jövőnk egyik zálogává válnak, és nem azért, mert korán elhalnak, hanem nagyon sokáig fognak élni egészségesen. Nagyon!
ne se ide, hogy tavaly arra jelentedet, hogy tavaly nem ide. Alapképzésre testvelő edző. És akkor utána lehet venni, hát a szakmai és akkor ott van valami is, ami osztatlan képzés. Csak már félek attól, mert megint nem indulok. Hát arra gondoltam, hogy igen. Igen, csak ő ugye nem lehetséges a programból. Ugye? És akkor ugyanazt írja, hogy földrajz, minden, mit tudom én. De ugye pont a körít meg a magyart, nem amiből ugye ő ilyen jól lett volna. Gondoltam egyébként, hogy beírjuk az én, mert hát helyet fogadják neki a matekot, mit tudom én, mert hát élményen szaltál. De hogy mindjárt abba is bejutott a testvel is mellett. Hát még nem, még képvékeny, hát most még van egy két hét, majd eldöntjük. Hát akkor szeretjük meg a papírt. Egy ilyen feszíten, akkor még, akkor jobban, még jobban kiesik. Thank you.
Zsófika szólt, hogy menjen el. Jár már most is. Egy kis edzősködni jár meg, aki tudtam, hogy most is. Nyilván kell egy egyenlős kor azért, hogy az ember okosodjon. Majd viszem, hogy te folytatod.
pass! Vieni, Cini!
hagyja meg. Első helyezett, a második változat, a katolikus.